Tamás így született, és ez egy genetikai rendellenesség, öröklődő rendellenesség. Megszületése óta nem lát. Mindig becsukta a szemét, hogyha a fény érte, és egyszer is kinyitotta, és akkor láttuk, hogy valami gond van vele, és bevittük a szemészetre, és aztán elküldtek Magyarországra is, de nem tudtak segíteni rajta, mert fejlődési rendellenesség, és hát azzal nincs amit kezdeni. Tehát egy kicsit mindig meg kellett érjen, úgymond az esze. Ahhoz, hogy valamit megtanuljon, de kicsit későbbre, mint a látó gyerekek, de mindent ugyanúgy megtanult. Igen, itt Udvarhelyen járt 2 évet óvodába, és akkor kiköltöztünk Magyarországra, és ott éltünk 6 évet. Ott járt óvodába, előkészítő csoportba és 3. osztályig. Ott járt iskolába, azért, hogy az alapokat megtanulja. Hát kellett egy mechanikus braille-írógép, az mindenképp. És aztán, amikor hazaköltöztünk, akkor itt adakozásból gyűlt össze a pénz egy ilyen speciális számítógépre, braille kijelző számítógépre, ami nagyban megkönnyíti a tanulást, mert nem kell annyi papírt tárolni. Amelyik órán kell, ott vagyok, a nyelvórákon mindenképp ott vagyok, hogy a táblára, amit írnak, az neki rendesen legyen meg. És hát itthon segítek neki muszáj, mert hogy mivel ő nem fér hozzá a tankönyvekhez se, ezért be kell gépelni neki például az angol könyvet, a németet, a román szövegeket is. Hát a zongorás történet az úgy volt, hogy kicsi volt még, és betegség miatt bent kellett maradjon a házban, és egy kis játék zongorán elkezdett játszani egy gyerektalt, annélkül, hogy úgy mellé ütne. És én azon túl nem foglalkoztam ezzel, hanem őszön akkor Magyarországon első évben az állami intézetbe járt óvodába, aztán ősztől váltottunk, átkerült egy katolikus intézetbe, és ott ki kellett tölteni papírokat, és volt a végén egy olyan különleges kérés. És kérdeztem, hogy mit érnek ez ott, és mondták, hogy hát például zongora tanulás ott az intézetben. És mondtam, hogy hát próbálják meg, mert láttam, hogy talán lenne rá tehetsége, vagy érdekli legalábbis. És ott kezdett el egy tanárnő foglalkozni vele is, aztán utána magánórákra járt, aztán itthon a Palló Imre zeneiskolába volt bejárós tanuló. Zongorából 3. osztályban nyert a Bach Fesztiválon első díjat, aztán Zóna versenyen nyert 3. díjat. És furujázni pedig elkezdett népi furuján játszani. Volt egy önkéntes tulajdonképpen, mert ingyen foglalkozott vele Orrendi István. Thank you.
az olyan embereket én is nagyon sajnálom, akik később veszítik el. Tehát egy az, hogy azt ugye lelkileg is fel kell dolgozni, ez egy nagyon nehéz dolog. Én már, hogy így születtem, én már ezt tudom, és azt szerint próbálom így a mindennapi teendőimet végezni. Több időt igényelek abban is például, hogy megtanuljam valahol a járást, tehát tudjam egyedül, hogy mi hol van és merre kell menjek. És az a gond, hogy a lakosság ehhez így nem szokott hozzá, hogy valaki egyedül fehérbottal menjen. Már egyszer kipróbáltuk úgy, hogy lementünk a városon. Édesanyám jött mellettem, de az emberek így inkább néztek, így ki voltak állva és néztek, és nem hogy félreálltak volna, hanem pont az úton váltak, s ugye jobbokán vertem őket. Hát így az osztálytársaimmal is jól vagyok, mert segítőkészek, barátságosak. Ugye beírattak a zongoratanulási lehetőségre, és akkor ott aztán adtak kölcsön egy rendes zongorát, egy igazit, és akkor én azon tudtam gyakorolni, míg ott voltam az iskolában, és végül is nekem is adták volna, csak itt nem fért volna el, az ilyen igazi koncertzongora volt. És akkor itthon vettük ezt a zongorát, azóta ezt használom, mióta hazaköltöztük. Hát én igazából a zongorázást azt úgy mindig is hobbiból csináltam, tehát nem azért, hogy úgy elismerjék, vagy ilyesmire én soha nem vágytam, s most se nagyon vágyok, hanem viszont azért úgy örültem, hogy persze, hogy ugye én is tudok valamit, de nem azért csináltam, hogy hanem azért, mert szerettem zenélni, egyszerűen külön idő kell arra, hogy a távolságokat kigyakoroljam, így tudjam, hogy például melyik hangról hogy lehet így a legkönnyebben és leggyorsabban átnyúlni. És akkor gondoltam, hogy ha már van a teológián, úgy is használom, mert tudod, vannak ilyen keresztény ifjúsági zenék, és akkor gondoltam, hogy ha ezeket nekem úgy is kell, mert hogy teológiára készülök, még ezeket úgy jó játszani, akkor megpróbálom. Azt még nem tudom, hogy például gyülekezeti lelkész, azt nem hiszem, hogy tudnék lenni, de viszont kórházlelkész, vagy tehát valamilyen más téren